Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, egy ideje már nagyon figyelünk Marozsán Fábiánra, mert egyre többet fejlődik és egyre klasszabb sikereket ér el. A mai napon itt van velünk Balázs György, Marozsán Fábián edzője, Fábián egyébként a 67. helyen áll most a világranglistán, és Somogyi Zsolt, Marozsán Fábián csapatmenedzsere. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és képviselitek gyakorlatilag a Fábit is, aki amúgy beszokott jönni mindig, amikor ideje engedi. Azt tisztázzuk először, hogy ez a csapatmenedzser kifejezés mit jelent köszönjük mi is a lehetőséget és a meghívást. Csapatmenedzser az egy nagyon picit komplexebb, illetve bővebb feladatot takar, mint egy sima menedzser, aki adott esetben, ez a klasszikus menedzser, aki hozza a szponzorokat, írja a szerződéseket. Fábival, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor körülbelül ketten voltunk a csapatban, és természetesen volt egy, egy edzője, meg egy-egy kondi is, de, de amikor elkezdtünk tényleg komolyabban együtt dolgozni, onnantól egy, egy teljesen új csapatot kellett köré kialakítani, és legyen szó egy vezetőedzőről, egy kondi edzőről, egy fiziósról, egy masszőről, egy, egy sajtos kollégáról, és most már egy social media menedzserről, egy dietetikusról, egy kinezológusról, vagy adott esetben egy sportpszichológusról, és ennek az egésznek a ennek az egész csapatnak az összefogása, illetve az embereknek a szerződtetése, minden feladatnak a megoldása, igazság szerint ez, ez, ezt akarja inkább az, hogy csapatmenedzser, nem pedig egy menedzser, de természetesen itt is a szponzorokkal való kapcsolattartás, szerződések, minden, ami fávit körülveszi, hogy ez, ez, ez megfelelően működjön. És ez már egyetlen nem kevés ember, néha két embernek is nehéz kijönni egymással, vagy pedig éppenséggel nagyon jó a kapcsolat, de mikor ennyien vannak, akkor hogy tud minden egyfelé menni, illetve mi a Fábiánnak a leginkább az érdeke, amitől ez a, ez a történet egyfelé tud menni? Próbálunk hatékonyak lenni, igen, nem egyszerű ennyi emberrel nagyon hatékonyan kijönni, de ez hála Istennek, Zsoltnak azért nagy részt köszönhető, igyekszünk leegyszerűsíteni a dolgokat egymás között, vannak erre csoportjaink, tudjuk, hogy mi a teendőnk, amikor versenyen vagyunk, vagy edzésen vagyunk, és nagy részt, legalábbis a magam szempontjából próbálom fábit kivenni minél több helyzetből, hogy ne neki kelljen mondjuk reagálni különböző felkérésekre, Többnyire a, a többi edző is, meg itt a Zsoltakit említett sajtós kolléga, stb. próbáljuk mentesíteni ezek től a dolgoktól Fábit, hogy ő tényleg csak az edzésre, meccsre, meg az adott teendőkre figyeljen. És ez biztos, hogy sokat segített az elmúlt időszakban, mert ugye most az Ausztrál Openen sikerült három mérkőzést is végigcsinálni, a legjobb 32-be kerülni, és ennél fogva azért azt lehet látni, hogy van fejlődés. Ő maga azt a kritikát fogalmazta meg, hogy a, a szervát kell még nagyon sokat gyakorolni, mert hogy abban úgy érzi, hogy el van maradva azokhoz képest, akikkel most találkozott, akik mondjuk top 20-ban vannak, illetve annyit mondott még, hogy bele kell erősödnie ebbe a menetelésbe, ami itt most tulajdonképpen zajlik. Te mit látsz, amitől egyáltalán eljutott ideig? Tehát mi az, amit az, az elmúlt időszakban meg tudtatok csinálni, amiben fejlődni tudott? Nem egyszerű összefoglalni rövid időn belül, de a egy biztos, hogy a szervát, ahogy ki is emelted, az, az, az lényegesen gyengébb volt, de nem is a többiekhez képest, hanem már a 2023-as fábihoz is képest, szóval ott ott egyértelműen, hogy erősödni kell, ott azt fogalmaztuk meg, hogy egyszerűen ez a decemberi betegség, ami neki kétszer is elég komolyan kijött, az nem tette lehetővé azt, hogy most januárban annyira ütőképes legyen. Ez most elég furán hangzik, mert ugye a harmadik fordulóig jutott. Letteni az az kéne decemberben ahhoz, hogy valaki Pontosan, ütőképes legyen januárban. Igen, ezt nem tudtuk megtenni, ezért december 27 és mondjuk január 10 között, amikor már kint voltunk a versenyeken, próbáltunk azért minél több gyógytornát, minél több kondit, minél több teniszhetzést naponta kétszer beletenni, és ezzel tudtunk egy ilyen tűzoltó munkát végezni, és ezáltal. Hála Istennek így ez a Hongkong első körös vereség, Új-Zéland második kör, ott ugye nyerte egy kört a Monfils ellen, és utána folyamatosan nyeregetett, és az Ausztrál Open meg már siker volt. Így tudtuk felépíteni, de valóban időre van szükségünk ahhoz, hogy jobban látszódjon a munka. Mennyi az újratervezés? Mert nyilván az ember megtervez egy évet, nem az ember, a csapat megtervez egy évet előre, hova megyünk, hova nem megyünk, hova tudunk bejutni, ha jól sikerül, akkor mi, milyen lehetőségek vannak ABC verzió. Rögtön jön akkor két betegség decemberben, és akkor gondolom jön az tervezés is. Igen, ilyenkor fontos, a tervezés természetesen nagyon-nagyon fontos, de hogyha valami változik, akár egy, egy rangsorváltozás van, mert itt azért nem kőbevésed, hogy most Fábi 67 most jelenleg a, a live-on az élő ranglistán 56 azért... Hisszük azt, hogy ő előrébb fog folyamatosan menni, de azért a realitás az, hogy azért egy picit itt lesz egy kis liftezés ebben a, ebben a rangsorban, úgyhogy ennek megfelelően kell reagálni, ugyanúgy így majd verseny szempontjából is, versenyek szempontjából, illetve amikor jön egy ilyen helyzet, hogy egy nem várt betegség, ami sokkal hosszabb mint, mint ez tervezve van. Sőt, egy olyan időszakban, mint egy alapozás, ami egy évben ugye egyszer, maximum kétszer, de inkább csak egyszer adódik meg, ugye ez az év végi, akkor tényleg tüzet lehetett oltani, és ahogy Gyuri is említette, nagyon-nagyon jó munkát végeztek kint ez alatt a három hét alatt. Amúgy végig gondoltuk annak a lehetőségét is, hogy esetleg az első versenyekre nem megy ki Fábi, vagy nem mennek ki, de aztán végül is az a döntés született, hogy mégiscsak ott a hasonló klímában, ugye Hongkongban hasonló klíma volt majdnem, mint ugye ezért új Landon meg, meg Ausztráliában, és az volt a cél, hogy egyre jobban teljesítsen, növelje a, a, a teljesítményét a teniszben is, meg kondiban is, és nagyon-nagyon és fegyelmezett jó munkával, nagyon jól összerakva ezt Gyuri vezetésével, illetve az itthoni stábnak a közreműködésével sikerült ezt teljesíteni, és tényleg az Ausztrál Opera már úgymond kijött az a fajta csúcsforma, amit ebből ki lehetett hozni ebből az elmúlt egy hónapból. A davis Kupának milyen jelentősége van az egész éves tervet illetően, mert ugye teltház van, Magyarországon van a torna, a németek azért elég komoly ellenfél a magyar csapat számára, ugyanakkor teljesen más a hangulata, meg a, meg a lebonyolítási rendszere is, mint bármelyik más tornának. Szóval hogy, hogy illeszkedik? Öf, általában a Davis-kupa mindig egy nagyon nehéz kérdés ebben az egyéni sportákban, mint a teniszben nem könnyű beékelni ezt a versenyt, nem csak nekünk, hanem senkinek. Viszonylag kényelmes olyan szempontból, hogy Magyarországon történik, ráadásul Tatabányán közel Budapesthez, illetve hazajöttünk Melbourneből, most van még egy tíz napunk, amikor fel tudunk erre készülni. Ez kemény pályán lesz, ez is azért jó, hogy a Melbourne is ugye kemény pályán volt, illetve a további versenyek is kemény pályán történnek majd, szóval relatíve könnyen be tudjuk ékelni, nagyon erősek a németek, pláne most Zverev ugye elődöntőben van, és megverte Alcaraz, szóval tényleg egy-egy topjátékos játékos érkezik majd ide, de az összes többi játékos is párosban is csúcs, Grand Slam győztesek, stb. Így én szeretném, hogy hát jó lenne mondjuk a két egyéniből, ha az egyiket Fábi megnyerné, én nagyon büszke lennék rá, de nyilván nem ő az esélyesebb, de nagyon örülünk annak is, hogy most első játékosként szerepel a magyar válogatottban, most a törökök ellen is pár hónapja győzni tudott, nagyon örülünk, hogy teltházban Magyarországon történik ez, szóval remélem, hogy kellően hely tud állni, és mindenki nagyon boldog lesz, hogy láthatja őt élőben. Mi, van, van bármilyen célkitűzés erre az évre eredményben, tornát illetően, világranglistát illetően, ami előre ki van mondva, hogy abban az esetben, hogyha ha optimálisak a körülmények, akkor ide szeretnénk eljutni? Ezek is változnak folyamatosan így, ahogy az elmúlt egy évben a, a stabil, először is a top 100-jutás volt a cél, ugye. Tavaly áprilisban még álmodoztunk arról, hogy top 100 aztán hála isten így felgyorsultak az események, és Fábi ugye hihetetlen potenciálban ez is tükrözi, hogy most már nem a top 100-van, ban van, hanem most már lassan a top 50 kapuját döngeti. Mindenképpen szeretnénk stabilizálni fábbi helyét a top. 50 és 70 között, és azért megcélozzuk, legyen, merjünk nagyot álmodni, és azért a célkütőzések ott kellene, hogy legyenek, és a top 30 és a top 50 szeret, között szeretnénk zárni az évet, és ott maradni. Igen. És természetesen, ha már Davis Kupa, akkor nagyon-nagyon jó lenne, hogyha és, és, álmunk az is, hogyha a Davis Kupa csapatból tudna ismételten nyerni, főleg a németek ellen, nem csak Zverev, hanem Fábi is megverte, ugye Ákereszt, ugye ez egy, ez egy, dolog pikantériája, és nagyszerű lenne, hogyha a magyar csapat, mert abszolút rászolgáltak, és egy hihetetlen jó csapatról van szó, ugye Fucsovics Marci is most visszatér, és, és nagyszerű zászlós hajója volt ő mindig is az elmúlt nyolc évben a magyar tenisznek, de ott van mögöttem Valkusz Máté, illetve ott van Piros Zsombor is, akik szuper srácok, és, és, hiszem az hogy ez az ő évük is lesz, nem csak Fábi éve, de hogy esetleg a világcsoportba kerül és mert ez is óriási büszkeség lenne Magyarországnak és a srácoknak is. Mentálisan vagy fizikálisan nehezebb beleerősödni ebbe a közegbe, ami most itt van az 50 körül? Ö, ezt elég egyformának ítélném meg jelenleg. Néha ez, néha az tényleg ö, azt gondolom, hogy amikor <coughs> tavaly elkezdtünk Fábival dolgozni, akkor ö, Picit úgy éreztem, hogy fizikailag van helyenként lemaradva, de utána olyan versenyek jöttek, hogy nagyon sok hosszú, nehéz meccset meg tudott nyerni, nagyon meleg körülmények között nyár volt, sokat utaztunk, és, és ez így azt gondoltam, hogy fú, volt eleve, eleve, szereti is ő egyébként a meleget, inkább a hideget nem szereti, és nagyon szívós volt, szikár fiú ő ugye, és ment ez neki. Aztán utána volt olyan sánkáj előtt, hogy amikor azt gondoltam, hogy fú, akkor most mentálisan kéne egy kicsit felhozni őt, mert gödörben van, akkor ott sikerült sikerült nagyon megindulni, most megint úgy voltunk itt január fele, hogy akkor most, most melyik van jobb állapotban, a fizikum vagy a mentális rész, és egyszerűen így ezek így váltakoznak, ugyanúgy, ahogy szerintem a hétköznapi embereknél is, hogy épp mikor, milyen napja van. Hát remélem, hogy a csapat össze tud dolgozni, úgyhogy minden a lehető legnagyobb rendben legyen, és akkor hamarosan beszélhetünk majd a top 50-ről is, akkor folytatjuk ezt a beszélgetést mindenképpen, jó? Köszönöm szépen, hogy most is eljöttetek. Köszönjük Én szépen. Is. A kedves nézőktől búcsúzunk most viszontlátásra.